Szükségszerű az új ültetésű szőlőkben az öntözés annak érdekében, hogy az aszályos idő ne tizedelje meg az állományt, mondta Fekete Mihály borász. A korai érésű fajták betakarítása már megindult, de szükséges a rendszeres ellenőrzés, mert napról napra változik a gyümölcs minősége, tette hozzá. Amit az ember elképzel született, az két héttel előbb ideális. Tehát mikor gondolja, akkor már túlélet lesz a szőlő, és az, ugye a savak elmennek, magas lesz a várható alkoholtartalom, és ez nagyon nehéz eset akkor. A rozinak való érkezik a Mészáros Bolhász feldolgozó üzemében. Itt is túl vannak a korai fehérfajták születén. Mészáros Péter azt mondja, magas cukorfokot mértek, látszik a szőlőn a nagyon sok napsütés. De egyelőre az látszik, hogy nagyon koncentráltak a szőlők, tehát kevés a létartalma, de nagyon koncentráltak, magas mustfokokra számítunk. Ha jönne egy jó eső, az mindenképp jót tenne a szőlőnek. A szőlő érettsége előre haladott, így mostantól folyamatosan zajlik majd a betakarítás, ha csak az időjárás közben nem szól. A borászok azt ígérik, az első fehér és rozéborok már az idei születi fesztiválon kóstolhatóak lesznek.